Rugalmasan, gyorsabban megszerezhető piacképes tudást adó 200 órás tanfolyamok indultak és indulnak a jövőben a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákban. Juhász Gábor, a szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium igazgatója azt mondja, nagy az igény az ingyenes képzésekre, nem csak azért népszerűek, mert térítésmentesek, hanem azért is, mert piacképes tudást adnak, vagyis valószínűleg azonnal el lehet majd velük helyezkedni. Munkaerőpiaci igényekhez és magukhoz a jelentkezőknek az igényei szabható. A képzések jóval rövidebbek, mint a szakmai képzések az iskolarendszerben természetesen. Maga a képzési szerkezet is rugalmas. Ez azt jelenti, hogy amikor a képzést a tanuló elvégzi, akkor egy tanúsítványt kap erről. A tanúsítvány birtokában, a független vizsgaközpontban pedig meg tudja szerezni a szakképesítésről a tanúsítványát. Ezeket az úgynevezett programkövetelményes képzéseket a régi felnőtt képzési tanfolyamok mintájára alkották meg, a képzési kínálat pedig folyamatosan változik. Ez a kör ez folyamatosan bővül. Az Ady Endre Technikumban elsősorban, most első fecskeként a sminkes és szempillaépítőt indítjuk el, mint képzést, de ez a képzés az nyilván iskola specifikus, igény specifikus és jelentkező specifikus, illetve maga a képzési kínálat folyamatosan bővül nem csak nálunk, hanem a lehetőségek szintjén is, hiszen folyamatosan kerülnek föl a programkövetelmények. Az IKK honlapjára a programkövetelményes felnőtt képzési oldalról beszélek, akkor pedig ott az első vizsgáig ugyancsak ingyenes a képzés. Az iskolákban úgy tapasztalják, sokan tanulnának ingyen szakmákat. Az igény az óriási. Az óriási, hogyha csak annyit mondok, hogy a kozmetikus technikus, a fodrász, a kéz- és lábápoló technikus, a gépjármű elektronikai technikus, az erős áramlat technikus, a informatikai alkalmazás és rendszerüzemeltető már most is megy a felnőtt oktatási, felnőttek oktatásáról szóló palettánkban, ezek iskolarendszerben képződnek, és most történik a beiskolázása a programkövetelményes szakmai képzésre, szakképesítés képzésére, ez pedig a sminkes és szempillaépítő szakképesítés lesz. Ez az első fecske. Itt még a tapasztalataink kisebbek, de azt gondolom, hogy folyamatosan mi is a piac igényeit figyelembe véve indítjuk ezeket a képzéseket majd. A Tolna megyei szakképzési centrum és az Ady Endre Technikum és Kollégium képzési kínálatát az iskolák honlapján lehet nyomon követni. Juhász Gábor azt mondja, ők szívesen képeznének tehergépkocsi vezetőket és autóbuszvezetőket, ha mód nyílik rá.